Szép jó napot kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket! A 2010-2011. Tanévben a Phoenix Dráma Stúdió színiiskola évvégi záróvizsgáin. Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde, Kiskaludi Károly, Csalódások, Kérők, Jeanne Anouilh, Romeo és Jeanette, Özsen Junescu, a kopasz énekesnő, John Whiting, Dutch Mier, George Fejdó, Aludj el, George Kóktelen, Első vizit, Brozsek, Szerenád, Dürrenmatt, Clay Strindberg, Lorca, Bernarda Albaháza, Bérnász, Háj Gyula, Tiszadúk, Shakespeare, Szent Ivánéi Álom, Füst Milán, Lázadó, Hubai Miklós, Te Imre, itt valami ketyeg, Papa elment a 30 éves háborúba, Strindberg az erősebb, Brecht, Koldus Opera, Fábri Péter az élő állarc, Goldoni a Kiodzsai Csetepaté, Vasiljev csendesek a hajnalok, Tamás Jár a nénekes madár, Molière a fösvény, Sganarell, Csehov Sirály, Örkény macskajáték, Neil Simon furcsapár, női változat, Puskin Anyegin, Schiller ármányos szerelem, Zsöné cselédek, Kamoletti boldog születésnapot, Kormics Mihály körmagyar, Tennessee Williams múltnyáról hirtelen, Foassi családi háromszög, Szakonyi Károly, ha itthon maradnál, szép félkesztyű, Lila Ákác, Karinti Frigyes, és így tovább, és így tovább. Még azon gondolkodom, mielőtt megállok itt a takarásban egy-egy évadnyitón, vagy tanév zárón, most 13. alkalommal, hogy valami fontosat kéne mondani, nem csak vicceset. A viccesség, vagy a humor, maradjon meg a növendékeknek. Nem tudok ennél fontosabbat mondani, mint ezt a felsorolást. Meg azt, hogy Gurján Judit, logopédus, Kőszál Ibolya színművésznő, Sipos Vera színművésznő, Dr. Szőri Szilárd rendező, Ott Tamás zenész, zeneszerző, Velias Katalin színművésznő, Végerika artista, akik tanították, továbbadták mindazt, amit a színházról, a művészetről tudnak, tapasztaltak. Hartai Laura, Kránic Gábor, Bart Jörgy, akik a színházi műhely tagjaiként, színészként vagy színész jelöltként az egész tanév folyamán részt vettek a növendékek munkájában, azért, hogy példát mutassanak, azért, hogy megmutassák, hogyan is lehet csinálni ezt, hogy egy kicsit ebben a bolyongásban, ami mindenkinek a sajátja, miközben valami ezt a mesterséget, egy kicsi utat mutassa. Nem tudok ennél fontosabbat mondani. Se most, se egy-egy ilyen ünnepélyes pillanaton kívül. Nagyon furcsa helyzet van most, nem csak ebben az országban, ebben a világban. Értéknek, értékrendnek, értékrend megőrzőnek keresnek művészeket, társulatokat, iskolákat. Aztán közben stand-up comedy nevezik értékrendnek sokszor. Félreértés ne esik, nagyon szeretem a rádiókabarét, csak nem tartom értéknek. Nem gondolom, hogy 50 vagy 100 év múlva ez az ország ebből a nem túl kellemes helyzetből, amiben most van, és vagyunk mindannyian, a rádiókabaré stand-up comedy segítségével jönnek ki. De lehet, hogy Shakespeare, Molière, Strindberg, Kornis, Vasalberg, lehet, hogy ők segítenek. Segítenek azoknak, akik rajtuk keresztül tanulják meg önmagukat, tanulják meg azt, hogy hogyan is lehet élni, nem csak játszani, élni. Lehet, hogy jó, ha ők mutatnak példát, ők vezetik a fiatalokat, részben a művészet felé,
részben a saját hétköznapi életük felé. Remélem, hogy a jövőben is meg fogjuk tudni őrizni a Phoenixnek ezt az arcát. Tudom, hogy ettől egy picit kevesebben vagyunk a színi iskolában, mert nem buli a tanulás. De én szeretném ezt megőrizni a jövőben is, és ahogy eddig is mind a 13 alkalommal a záróvizsgán arra kértem a kedves megjelenteket, hogy legyenek híméletlenek, amikor nézik, figyelik szeretteiket, barátaikat. Ne csak a szeretet szűrőjén keresztül nézzék őket, nézzék őket úgy is, hogy lehet, hogy lehető színészek. Megállnák el a helyüket, nem csak baráti, rokoni közönséget. Legyenek tehát ilyen értelemben kritikusak, és természetesen a szeretetükkel, a támogatásukkel, és adják meg azt a lehetőséget nekik, hogy fejlődjék. Erről a fejlődés alatt most nem először van itt, saját szemével is remélem meggyőződhet. Induljon hát el ez az idei utolsó vizsganap, mindenkinek jó szórakozást kívánok. Az első vizsgaszám a zenés mesterség énektantárgyból történik. Rendezőtanára Udvarias Katalin, a korrepetítor zongora kísérő Tamás, a vizsgázók Dankovics Noémi, Honti Tíme, a Kis Tamás, Haszman Mirjam, Jeszmás László, Bálintos, Dugnár Anita, Prejer Enikő, Tirczka Albertina, Hodori Panna, Helmeci Gina, Kugler Nikolett, Lengyel Csenge, Mogyoródi Bence, Dalma Szent Miklósi Gyula, Turóci Zsófia, Svárdonyi Tamás, Harmadik évfolyamból Bálint Őrs.
Egyszerűen
akkor aj, hogy jobban menne az anyám. Fülfölti bor. Olyan kis kellemére. De tanítasz belőle, nem vagyunk leprása. Adj ide, ide nekem. Édeskész gyenge. Igenis, hát azt nem mondtam, hogy nem szépen, azt mondtam, hogy nem valami erős. Két csajok, majdnem elfelejtettem, hogy fel egy kis nápolyt. Kér valaki? Nápoly és bor, óriási vagy sem. Készen, fogadni merek, hogy még soha életetlen egy talán volt. De már ittem egyszer egy kis bort azon a bátyám beszélgetőjén. Ó, csicsim! No nem, húzd meg így! Egy csomó buborékot lenyelsz, és attól rúg be az ember. Na hát, ez is sose hallott. Pedig így van. Rudi, tudjátok, aki a kávébárban dolgozik, ugyanezt is érte. Nekem egyszer. Mondd szerint, nem is szoktál fédalanot hordani. Jé, tényleg, nekem is van olyan két negyed is kalikám. Ah, lehet, hogy a nem, az apám biztosan megölne. Pedig állat mindig ezt az enyém megmondani. Ugyan, dehogy izgat, de... De nem túl veszélyesen? Csak nem félsz. Ugyan, dehogy. Akkor jó, ha valahol egy... Azt már lesz. Legalább kiderül, hogy az is jó valahogyan. Szenni most marad nyugton egy picit. French, mi a nem szenni itt a fürdőszobában, és oldjuk azt, hogy ki az a lét az öreg lány. Megöl, hogyha összevérezzük a szőnyeget. Mi? Hát csak egy pillanatig vérzik ki neki is így. Aj, miért nem viszed ki a hideg vízzel le, és oldjuk azt, hogy ki a fülét. Nézzétek, az a helyzet, hogy nem valami jól érzem magam, és már amúgy is. Ide figyelj, Szenni, ha a bandával akarsz szólogni, túl kell esned rajta. De ha nem, akkor nincs semmi baj, és mehetsz vissza a babazsúrjaidra, meg a kakaóidhoz a lány. Rendben van. Hé, Szendi, ne szarj be! Ha ezt úgy, hogy mindig olyan frizurát csinál neked, amiből nem lóg ki a füle! Yeah. Mi a franc ez? Csajok, Szendi rosszul van. Rendsi, megcsináltad már az egyiket. És amikor... Szóval értitek, amikor Jézus, az emberért elkezdtek... Micsoda buli! Szűz vagyok, akár az angyalok. Őrzöm a kincsem, mint férjünk nincsen. Szandra a díj vagyok. Figyeld, hé, itt Doris Day. És nem vagyok ők a bajánlók. És akkor Hudson lesz, itt bepalizott Doris Day. A vakmotor rosszul lesz! Vidd a mancsot a bugyi batola! Ott van a verele! És itt van ő, Troy Donahue! Én tudom, miért marja pul! Akármit teszel, belőlem nem eszel! Mert Sandra díj vagyok! Csinálni ezzel a halomócskavassal? Halomócskavas? Ez a Rocky bomba! Komolyan azt hiszed, hogy ezzel a szardiniát lomozzal majd felszedsz valami bigét? Hoho, várj, csak amíg kész lesz a dukkózása. Befestem és generálasztatom a motort. Világbajnok lesz! Mi a franc ez? Mit tartott ilyen sokáig? Semmi között hozzá. Ez az új csodajárgán? Ez? Franco, mi? Aha, cirkuszi kocsinak Franco vannak. Oké, Rizó, ha ez a véleményed, miért nem mész vissza a pizsámapartidra? Tudod, vannak csajok, akik mindent megadnának, csak hogy kocsikázzanak egy kicsit ezzel a babán. Na persze, jól van, menjünk. Csinálj egy spárgát, kiálts egy nagyot, rohamod az öreg rád, de légy szabad az út, zöld és barna, vándd a földhez az ellenfelet. Szia, Szendi. Mi történt a füleddel? Mi? Semmi, csak egy kis baleset. Remélem, nem haragszol azért, ami az évítón történt, csak mert tudtam elmondani, hogy mennyire örülök, hogy újra látom. Hát lehettél volna, Vanger, kedves.
legkedvesebb is a barátaid előtt. Viccelsz? Hát te nem ismered azokat a srácokat, hát hogyha meglátják, hogy egy csajjal dumálsz, rögtön azt hiszik, hogy... Tudod, mire gondolod? Nem egészen, azt hittem, hogy valaki másra járt, vagy ilyesmi. Viccelsz? Hát ugye rajtam volna, még csak rá se néznék soha egy másik csajra rajtad kívül. Mondok neked valamit, holnap tartunk egy búcsú mint Frencsinek. Abba adja a sulit, mielőtt megint megbuktatnák, és elmegyek hozzá. Most képződve. Nincs kedved velem jönni? Hát én szívesen mennék, de nem hiszem, hogy ezek a lányok szobálna felem még egyszer. Figyelj, Szendi! Senki nem fog téged cikizni, ha én is ott. Nem, Benni, ha tényleg együtt leszünk... Szia, Benni! Miért nem gyakorolsz egy kicsit? Jaj, úgy el akarok neked mondani valamit. Tudod, tegnap, amikor elmentél tőlünk, nagyon-nagyon tetszettél a mamámnak. Micsoda kékszekel? Csak nem, mit kerestél rá, csak Benni? Elmentem lemásolni egy leckét. Gyere, Szendi, gyakoroljunk. Igen, Benni, már majd bele örülök, hogy jó benyomást tessek azokra a zseniális főiskolásokra. Tehát ezért vagy így kiagyusztálva. Meg akarod magad mutatni egy csomó kanos pasinak? Csak nem vagy féltékeny. Én? Úgycsak már. Oké, csináltál te már valamit az életemben? Éppen tudni akarok, több száz körrel lefutottam azokat a főiskolás falikat. Mégis, azzal töltöd az időt, hogy mások leckéig. Jó, hát tudod mit, hogyha legközelebb lesz ilyen válogató verseny ezekben a főiskolai csapatokban, majd megmutatom, mit tudom. Micsoda szerencsés véletlen, éppen holnap lesz az atlétikai csapat válogató versenye. Mi? Oké, én ott leszek. Ez csak szöveg. Azt hiszed? Te, Peti, mit mondtál, mikor lesz ez a verseny? Holnap a 10. óra. Én ott leszek. Ugye, jövök meg. Ó, már alig várom. Na, mi a helyzet, Frencsi? Már is kirúgtak a kozmikusoktól? Nehogy rúgtak ki. Ja. Hát nem, tudod, csak más te lógok. Azok a tanárok, akik ott vannak, azok nem tudnak semmit, szóval megértem neki egy kis pihenést. Ja, aha, persze. Persze. Most mit csinálja? Hát nem mondom el mindenkinek, hogy kirúgta. Hello, Bello! Itt megint a csúcs szuper, a fantasztikus, a világbajnok Vince Fontaine! Várom a telefonokat, kagylózzatok ide! Itt a Vix Rádió, ahol kiöntetitek a szíveteket, és én fényesre vixolom a lelketeket. Vince Fontaine, a mikrofonnál és a kagyló végén! Hello! Hello, Bello, ki vagy? Hát az inkább maradjon titok. Frencsi Robert vagyok az Apollo 36-es számolót. Ahogy akarod, Frencsi Robert az Apollo 36-ból. A titok! Hát legyen titok. És mi nyomja a szívedet? Mi sötétíti el a lelkedet, Frenchy Roberts az Apple Road 36-ból? Igen, kivele gyorsan, kivixoljuk gyorsan! Én most... Gyerünk, gyerünk, mert még 278 millióan várnak rám, mi a baj? Én most öngyilkos leszek. Most rögtön vagy azon van? Hát akkor letettem a telefont. Akkor ne tedd le! És ki miatt akarod leöngyilkolni magadat? Nem ki, hanem ki. Csupa vérhülye. Én meg miattuk kerültem az utcára. Pedig nem csináltam semmit, én ártatlan vagyok. Szóval az egész az úgy kezdődött, hogy ott tettem a rágyegmét, és elkezdtem a kozmetikus sulit. De most vége van, mert megbuktam és kirúgtam, pedig nem csináltam semmit, csak amit mondtam, mondtam, hogy csináltam. Ide figyelj, kis sany, eletedd a kajgót! Gyors, ó, érted, milyen kár! Ányúzom, kamasztám. Kissé, zűrzavaros a fejed! On the block. A jövőt oly talán. Új szakmát hol találsz most? Zaciba se kozmetikus lány. Sokat loptál a suliból. Kozmetikus lány. Megcsúsztak ott is, és sokatból. Jobb lesz volna, hogyha találsz időt. Rendbeszed meg a cuccot. De annyi lóvén a te orvosa, hogy fitus legyen az orvon. Bébe fárasz. Játszod itt a reményedet! Mit bizonyítasz? Álmodni tudsz, de nincs rá idő! Hajts már rá a tanulásra, és titkárnő lehetsz! A tupírfésült egyst, a gimi vár még rád! Mindig
lát a sarki bolt? Kozmetikus lábán. Hát nézd, az eredmény mi volt? Most a bírát fog, s hajad podros, te frémes a világ. De egy kuncsot se ülne be hozzád, kivéve ha... Bébi, neked is volt. Úgy se bírnád a munkát. Mit bizonyítasz? Mit bizonyítasz? Ki kérne tőle frizurát? A többi fésűt egyst? A Kimi vár még rá. Bébi, ne szúrd! Bébi, ne szúrd el! Fogadd el jó tanácsomat! Bébi, ezt érts meg! Bébi, ezt érts meg! Ennél jobbat úgyse találsz! Hát elmondtam hát! Most indulj már! Mert nekem dolgom van! Várnak egy másik sarki boltban! Az éppen fel! Kozmetikus lány. Kozmetikus lány. Kimi vár még rá. Kozmetikus lány. Kozmetikus lány. Kimi vár még rá. Kozmetikus lány. A Kimi vár még rá. Mert holnap este a ti őszinte hívetet Vince Fontaine, az agytrözt, a Rider Gimnázium nagy tánc bazáját fogja közvetíteni a film tornateremből, ahol még rajtam kívül jelen lesz Mr. Hydroglycerin személyesen. Vagyis, nehogy elfelejtsetek betérni egy fordulóra, 7.30 Rider Gimi! És most én mondom nektek, ha meghalljátok a jelzést, attól számított egy perc múlva kezdődik! És itt vannak a nyeremények.
Két lemezalbum a Spager Disco Rádióból Mr. Viz Fonten autogramjával. Két ingyenes belépő az Alkonyag Autós moziba bármely hétköznap este érvényes. Nem ülnél egy kicsit közelebb? Jó, így. Mosognál legalább, vagy valami. Nézzen, szabályosan szét kellett rúgnom Kenny kezét, hogy megszerezzem a kocsiját. A srácok már tisztára utaznak rám. Tudtam már a telefonban is, hogy mennyire megbántam. Tudom. Hát, elhiszed vagy nem? Azt hiszem, nem, csak hát minden sokkal könnyebb volt, akkor kettem volt. Tudom. Mondd, nem jársz valaki mással? Nem, miért? Semmit sem. Csak mert meg akartak kérni, hogy visel a gyűrűmet. Ó, hát... Nem akarod? Már rég oda kellett volna. De mit csinálsz? Mi bajod? Most mi bajod? Hát, hogy... Én azt hittem, hogy járni fog. És mit gondoltál, na? Deni, engedj! Így senki se rá. Deni, kérlek, ne! Most mitől vagy így kiborulva? Azt hittem, jelentek neked valamit. Hát ez valami. Így is van, de attól, hogy nekem adtad a gyűrűt, nem változott meg semmi. Szendi, várj egy percet! Sajnálom, jó lesz. Szendi, várj! Az autós moziból nem lehet csak úgy elmenni. Sírni lássam.
Igen, pont most hallottam, amikor az edző az egyik edzésen udvarias hangnemmel megkérte, hogy járjunk pontosabban az órákra. De én mutatott neki valami jót, hogy már nem tudom. Ez még nem minden! Mielőtt kiment az öltözőből, megvette a csapatkapitány. Oh, sziasztok! Ho, oh, hello! Hé, hey, srácok! Te mi jöttök át hozzánk? Megnézzük a Optimax! Tényleg? Jó! De én beszélni akarok veled! Szállj le róla! Annyira dűnöksz rám? Egy frász. Júj, készeljétek gyerekek! Pont most kaptam egy állást, rúgjátok abban a nagy áruházban! Jó, de jó! Részen, nem lesz baby. Change, 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 but they'll always be like one.
sejti, hogy a lánya itt lép fel egy ramad bárban, hol a vendégkodni. Hát kérem, hogyha látják a mamámat, szólt se erről, mert a bánat szíva vinni őt nevét. Csit-csit, titok legyen, csit-csit, hogy egy-két helyen vagyok már most alattal lány. Rajta csipkés bulim, miért van titok bulim, az jó, ha már miért tudnám? Mert én csak, hogy megkonfirmált a lelkész, s már derék van, elkapott egy bolgár cserkész. Hát csit-csit, szőzizányom én, bárhol bánom, és bánom, hogy ide elmehetek. Hát az is itt van, akit szeretek. Tóth Manci, én téged nem szeretek. Hol vagyunk mi? Emlékszel? Na, itt miért leülünk? Jaj, szép ülök, annyit ültem azon a hülye lépésben. Na, gyűjjön, gyűjjön már. Ez az a hely. Jaj, nem adok egy leülés 100 felállást. Emlékszel? Itt találkoztunk legelőször az életben. Itt ültem ezen a padon. Itt. Igen. Maga meg itt várta az előbb. Ne is beszélj. Azóta is beteg vagyok, ha ránéztem. Lásd ezt a kó.
Ancsi. Olyan boldog. Jaj, de jó, hogy én vagy. De édes jó Isten. De arra most, hogy nem felejtettél el engem is teremteni, hogy még én egy ilyen Tóth Manci kérem, én is itt lehetettem szépen elvileg. Jaj, de szerint fát. Miért nem tudok veletek beszélni? Mi? Szökő úr, világányát. Te város kis villamos meg. Színház. Jó, olyan édes ez a levegő. Valaki megpuszíja ezt a levegőt, annyira édes. Én nagyon boldog vagyok. Te is boldog. Boldog vagy? Nagyon boldog vagyok. Tudod, mi ez a boldogság? Bánomság. Boldogság? Boldogság. Boldogság az a tündök. Amit a trón követelő egész életében fejére vált, aztán kalapban hal meg. Úgy kell neki. Boldogság. Az az aranykrajcár, amit álmodik a gyermek. És amikor reggel kinyitja a kezét, nincs benne semmi. Jaj, tudja, én tegnap álmodtam. Tudja, Ibolyát álmodtam meg Pecskét, de úgy összecserélve. A Pecskét szagoltam, az Ibolya meg elrepült. Mit szól? Én nem ettem. Lám, milyen ártatlan kis lánykod, hogy mikor alszol. És amikor még nem alszom, tudja, befogtam. Ránézek a plafonra, és azt is szoktam ilyenkor gondolni, hogy milyen érdekes is lenne csak úgy emelkedni fel az égbe az angyalok közé. De én tudom, engem úgysem ennyire felállnak, mert én a kacinóban vagyok, ugye? Hát az eset elég aggályos kérdésre. Tudja mi? Nem is bánom, hogy idelen maradok meg. Az is igaz. Na, mi széne? Igazán maga mindig csak bolondozik velem. Első osztály, papa. Fele, egye meg magát, ameddig érez a kabát, csak is bohócnak használ. Hát nem vagy az. Isten bizony, én már úgy haragszom, mert három hete, hogy egyedül lóg velem, az összes lánynál mind azt hiszi, hogy... Mit? Igazán, a Héd is minden nap kérdez. Mit is? Én már nem ismerek a Héd is szeme elé kerülni. Mi az? Semmi. Én csak meg se akarja az embert normálisan puszilni. Meg kell köszönni, ha a homlokon megcsókolja. Ez csak a tisztelettől van. Jaj, nem értem, te baromfi. Hát én neked a tisztelőd vagyok. Jó, csak kezdjem velem, azért is úgy belecsikom. Igen, tudom, én maga lenéz engem. Én voci kell. Te nagyon szép is próbálkozom. Nem, én még nem vagyok szép. Én még ráérek szépen. Hédik, ő szép, ő már 22. De szebb vagy az egész kaszinónál van. Te vagy a legbájosabb az egész brancban. Meg tudom is úgy. Én inkább ne legyél bájos, csak legalább maga lenne nevelem, én utálom. Mit vétettem neked, te tücsök? Hisz tudod, hogy én nagyon örülök neked. Alig várom mindig, hogy lássam. Igen, rád kaptam, látod. Mindig elfelejtek unatkozni, ha veled vagyok. Nagyon jól esel nekem, te. Boci. Hát csak beszéljen. Mondtam neked ki, ugye? Mi csak jó cimborák vagyunk. Úgy járkálunk együtt az utcán, mint két csendőr. Mondtam, fiam, hogy én még gyászom. És nem is akarok nőről tudni. Ne. Hisz pont azért vagyok együtt Tóth Mancival, mert nem akarok nőről tudni. De pedig nem vagy rám szóló. Engedj meg egy kaszinótag, igazán csíphet magának gabalért, ha csak az kell. Mit akarsz, hisz futnak utánad az urat? Most 4 napja is fogadtam egy aradi mérnökkel, nagyon gazdag férfi, 10 üveg francia fogyott, és az aradi mérnök ajánlatot tett nekem. Mit röhög ezen? Ajánlatot tett nekem, igenis, hogy feltartaná engem, mint babájának, és megesküdött kérem, azt mondta, hogy letesz nekem előre 5000 koronát. És hova teszed? A földre? Most a takarítnám a könyvbe az én nevemre, na. Nős férfi tudja, és minden nap csak 2 napra szokt mesterjön. Másnap küldött Filipós nézőt egy kis maradót. Odaadtam a mutárnak adja. És? Mert lecsúsztattam a férfit, mit gondol? Most 2 hete szombaton, és csak úgy mérik zénész kaptam. Azt az egy nagy hasas földbét a mostról. Azt mondta, hogy menjek el a kaszinóból. Ő berendez nekem 2 szobás lakást a Mária utcában. Konyhával kérem. Lássa, ezt nem csak hallgattam. Nem. Direkt bedobtad a füledet? Lássa, én ilyeneket el sem mondok magának, mert én szépen. Nem értem azt a valóságot, komolyan. De tudod, nekem már egy párszor volt az eszembe, hogy én tulajdonképpen csak elmártalak téged. Mi több szemtelenség, amit veled művelek?
kivonnak az érdekeitől. Ott van az a sok jóra való pénzes bácsi. Lefekhet mindnyugodtan a villamos. Én, barátom, adnék pénzt neked így is, tehát én bevezettetném hozzád a pénzt, mint a gáz. Sajnos nálam is olyan sok van, és akkor egy huncot, vagy egy zácsilát. Ne beszéljen előtte pénzről. Aztán nézd, Bonckevet, annyi jó pofa bohém jár fel a kaszinóba, kabarészínészek, futballisták, meg azok a szép riportok. Annyi lányoknak van riportok. Azért szeretik úgy, mert a riportárok ütik őket. Engem ne üssenek, én azt az utálom, inkább ne legyen nekem senki. Hát, egyáltalán nincs most kedvesed? Mit gondol magad? Hát a fiam, mit szégyellem magad? Elhanyagollak! Te nagyon helyes műci vagy, de én pedig nem tudok ilyen kis műciket újhajtani. Csak tudod, úgy, mint a narancsot. Nekem az ilyesmi inkább fájdalom nincs a narancsot. És aztán szerinted se szép dolog visszaélni a magad fajta lányok könnyen kis szépen. Te kedves kis szitakötő, te én nem vagyok olyan. Én nem akarnak téged magamba bolondítani. Hiába beszél már. Én már bolond vagyok magában. No, mi lehetett? Tudhassa, kérem, hogy én magát szeretem. Jaj, ezt mondd vissza. Ne beszélj már zöldséget. Ez nem zöldség, kérem. Borzasztó hallani ilyen butaságokat. Ne ugrasd már magad, te bolond ember. Szeretem, te gramofon. Ne bántson. Sejtettem, hogy mi az, szeretem. Az, hogy szeretem. Mit szeretsz te rajta? Te? Kinek képzelsz te ilyen? Ki vagyok én? Maga a Pali. Jó, hát világosíts föl, te mutatsz. Mit érzed? Azt az, hogy olyan jó, amikor maga jön. Olyan jó, amikor a karomat odadobom a maga karjába, és azt az, hogy olyan könnyű nekem magával beszélni. Hangja itt lakik a fülemben, olyan jó nekem, mint a karjába. Meg azt az, hogy amikor mulatok társaságban, akkor tudom, hogy én magát megint látom. Én már úgy megszoktam magát. Ugyan mikor? Ezt alig ismersz. Emlékszik? Amikor itt játszott velem először, és megcsókoltál szám erővel, akkor csókoltam meg. Akkor szoktam meg. Mihács megcsókolta, már megszoktam. Mihács? Igen, Mihács. És nekem azóta se csókolta meg a számat senki. Isten bizony. Isten bizony. És most elsőn is éreztem, hogy a gázsimat oda kéne magának adnom, mert félig is odaadja minden elsőn a gázsiát az álmodlózó kifelé. Mert szeret. Merci. Ez bűnés. Aj, drágos úr. Látod, hiszem, én téged nem szeretlek. Még milyen jó szemben lesz? Olyan, mint két csillagidat. Olyan jó veled mindig átugrani a sinek az utcán. Olyan jó röhögni ketten, mikor olyan tekintélyes popák jönnek. Aj, meg darolászni azokat a hülye kutlékat. Olyan jó téged enni tanítani, amikor elbúgok veled kis kocsmába, olyan jó fülettel babrálni. Olyan jó simogatni a hajót, racnidat és a kis cipődet. Mert azért ez is női cipő. Meg meglátni, amikor a tükörbe nézel, és a hajadat igazad. Olyan jó meleg vagy, mint a jégpályán egy kis kárán. És minket nem látnak így, fogni ezt a csiklandós kis derekadat. Ugye el szoktam mosolyogni, tudod, mikor könyökölök a körülveszeli osztályon délben, és egyszer csak eszembe jutsz. Mindig olyan kedves hangulat esik rám, mint amikor a falomba lesz kevétségben. Olyan rossz, hogy nem szeretlek. Aj, te! Aljas fogás csak! Ne félj, nem foglak elfelejteni, majd ha már nem is lopsz vagy benne. Nap sütött neki is nem. De május... Hányadik is lesz? Miért? Beírom a módra. Mit csinál? Ne, Manci! Emlékbe, mert most olyan drága voltál, olyan megható, tudod, mint a falusi haramaszú messziről. Hallottad? Nem én. Fölvetű ez maga a Pali! Na, kerüts a vercívbe! Hányadika is lesz ma? 1913. Milyen hónap is? Júliusi programig. Na, most már a szíve. Szívet? Jó, add te szívedet. Az enyém is megyek. Itt majd itt marad minden.
azért nem baj, hogy én már szerelmes vagyok. Hála Istennek, hogy én már szerelmes vagyok. Nem tudod, Marci, nem szerelmes. Én csak jártam veled, mint a beteg a bottal. Én ha veled vagyok, akkor is távol vagyok tőled. Messze. Én fantomoknak udvarolok. Én a fantáziám vagyok. Hát én magamat is úgy sajnálom. Én boldogtalan vagyok. Frát boldogtalan maga. Én téged rágatult, Marci. Nem szeretem. Hogy tudja, ki mondta magának? Fáradt vagy? Haza vagy? Haza. Hol is tartom? Nem tudom. Maga tudja maga? Igen. Én holnap. Nálam akarsz? Magának. Holnap vasárnap. De nekem csak egy ágyam van. Annyi baj vele.
most pedig következzék a fiókák színészet vizsgája. Nagy László ajándék című művét előadja Tarna Szent Miklósi Dóra és Várkonyi Tamás, rendező tanár Kőszáli Ibolya. Nem igaz, hogy nem lehet bátor, édes beszédre szám. Ha miattad oly állt, hogy pásonyos úrra, hogy sértettem, az éjszaki csillag elforgott fejemtől. Az éjszaki csillag elforgott fejemtől csikorogva. És íme. És íme. Ha én vagyok, ha én vagyok én. Ha bérem, ha lehelletem, ha lehelletem újra enni. Álmogas mindként. Karácsonyan. Megindul hozzá. Ajánlom, lármátlan piramát, kitárt kapunkat. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanul a plázvágyaiban. Települt meg a márkapokát. Tört, cserból vettem. Lerontottam régen dühöm címeit. Csak ruhám nélkül holc szomát műnök. Ajánlom neked nyaralmányat. Remek ölelésre a sugallat. Nagyfejű rózsánet puli haját. Ajánlom neked. Földrengéses arcom. Egy megmenekült vasaját. Beszédtechnika vizsga következik, Emil Ázsár Előttem az élet című művét adja elő a harmadik évfolyam felkészítő tanár Búrjágyi. És észrevett. Jobb szerettem ott lopni, ahol nő volt, mert egyetlen dologban biztos voltam, hogy az anyám nő volt. Másképp nem megy. Fogtam egy fogást, és zsebemben jött a tulaj. Én meg vártam a pofont, hogy jól feltűnjek, de ez a nő, ez legugolt mellém, és megsimogatta a fejem, és még azt is mondta, jaj, milyen kis aranyos vagy. Először azt hittem, hogy érzelmekkel akarja visszaszerezni a tojást, és jól megmarkoltam a zsebemben. Mire vár? Hogy jól áll egy pofont? Ezt kell egy anyának csinálni, ha törődik az emberrel. De ez a nő, ez felállt, odament a pulthoz, és adott nekem még egy tojást. És aztán megpuszilt. Egy pillanatra olyan remények születtek bennem, hogy ezt nem is tudom elmondani, mert az nem is lehet. Egész délelőtt ott ácsorogtam és vártam az üzlet előtt. Nem tudom. A néni rám mosolygott néha, én meg ott maradtam a tojással a kezemben. 6 éves lehettem, hogy ilyesmi, és azt hittem, egy életre szól. Pedig csak egy tojás volt. Egyszer egy fűszerüzlet előtt álltam, és elloptam egy tojást a kirakatban. Egy nő volt a tulaj és észrevett. Jobb szerettem ott lopni, ahol nő volt. Mert egyetlen dologban biztos voltam, hogy az anyám nő volt. Ez másképp nem megy. Fogtam egy tojást, zsebre tettem. Jött a tulaj. Én meg vártam a pofont, hogy jól feltűnjek. De ez a nő, ez legugolt mellém és megsimogatta a fejem. És még azt is mondta, jaj, milyen kis aranyos vagy. De először azt hittem, hogy érzelmekkel akarja visszaszerezni a tojást, és jól megmarkoltam a zsebemben. Mire vár? Hát adjon már egy pofont! Ezt kell egy anyának csinálni, ha törődik az emberrel! De ez a nő, ez felállt, odament a pulthoz, és adott nekem még egy tojást. És aztán megpuszilt. Pillanatra olyan remények születtek bennem,
hogy ezt nem is tudom elmondani. Ezt nem is lehet. Egész délelőtt ott ácsorogtam és vártam az üzlet előtt. Nem tudom, mit vártam. A néni rám mosolygott néha, én meg ott maradtam a tojással a kezemben. 6 éves lehettem, vagy ilyesmi, és azt hittem, egy életre szól. Pedig csak egy tojás volt.
mint az ugyani jó barátok vagyunkat. Utána pedig Cirka Albertina énekelt harmadik évfolyamos a Fémből egy részletet, és most következik Bálint Őrs harmadik évfolyamos beszédtechnika vizsgája, Vas Albert Adják vissza a hegyeinek, felkészítő tanár Burián Júli. Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem a nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán, adjátok vissza a hegyeimet. Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok, a katonák, azok a hegyek az enyémek, mint ahogy én is hozzájuk tartozom, attól a perctől kezdve, hogy megszülettem a lábuk alatt abban a kis házban, és ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekő szerint voltak az enyémek az igaz, de az enyémek voltak Isten rendelése szerint. Azáltal, hogy ott születtem, és ott lettem emberré, adjátok vissza a hegyeimet! Nézzétek, urak! Idestova 50 esztendeje annak, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok az én örömön háborút és országosztást. Ide-oda ajándékozgattatok engem és a hegyeimet, mint ahogy a gyermekek ajándékozgatják egymásnak a játékszereket. És én 50 esztendeig engedelmesen játszottam mindent, amit csak parancsoltatok. Kisebbségi sorsot, megaláztatást, elnyomást, üldöztetést, nyelvem és fajtám miatt, fölszabadulást és katonást. Játszottam háborút, lelkesedést és halálfélelmet, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút. Játszottam elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgófogú bosszúvágyat és hadifogságot. Játszottam hontalan bújdosást, magányos, kóborló farkassorsot az emberi rengetegben. Urak! Nekem elég volt! Én nem játszom tovább! Adjátok vissza a hegyeimet! Sure.
pedig következzen az első évfolyamosok színészmesterség vizsgája. Osztályvezető tanár Bicskei Kis László. Mozaik kockák címmel az első évfolyam tanulói Kis Tamás, Ponti Tímea és Dankovics Noémi. Ó, szép magyar nyelv! Aki egyszer téged ajkára vön, többé nem dobhat el. Szentség gyanánt, hogy befogadja éket, őrző oltárrá válik a kebel. Hajzán derűs vagy, mint nőink szeme, és erős szilárd, mint hősök jelleme. Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kép, és törögni úgy tudsz, mint villámos ég. Minden, mi fejben vagy, szépben fakad, tőled nyer pompát, szindús szavakat. Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord, mint egy király az ünneplő bihord. Bíde más nyelv úgy epedni, annyi vájjal, annyi kéjjel. Olvadod, mint lant zenéje, goldvilágos langyos éjjel, mely virágot és dalt terem. Mikor ébren semmi sincs, csak a fák sötét bogán hangos, boldog csalogány, s boldog néma szerelem. Hát a csapongó, gyorszavú tréfák játszi szökését, festél más nyelv oly remekül. Pattog a végélcám, sebe nem fáj, mert csak enyelgés. Tarka bóhóság volt az egész. Magasztos gyásznak bánatult a hangja, úgy zendül benne, mint egyház harangja, mely messze hinti mély, komor szavát. Búg, mint a gyásznak, mint sírfák jalokban, s mint súlyos léptek kriptacsarnokokban, úgy döng minden szó a kedélyen áll. Küklopsz pörje, hogyha csatát vesz, csatakültök bősz riadása. Hald, hald, szágódva, vihogva, kapálva, dőjfős paripák robbannak elő. Százak keze vág, százak keze lő. Nem szárnyal a vérködös égre, más csak ágyúdörej, szidok és zuhanás. Rászkodik a föld, iszonyodva reg, amerre a kartács van, tánca kerek. Dúl a szilaj, kés csattog a kart, sebet oszta, süvölt, ne bánst a magyar. Hatalmas szép nyelv, magyarnak nyelve, maradj örökké nagy és virágzó, kísérjen áldás, amit világál, és legyen megáldott az is, ki téged ajkára vesz majd, első trevekbe, végső sóhajtba. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérme szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is jó. A szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni. Az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlanul jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul. A házakon és a házak tűzfalán a világ végi üres kutyaolban. Aranykori és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm dobog. Dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszik szívem, s esztelen szorít-szorít magához. Mi készül itt a tenger ragyogásból? A lemonyom is süti a szemem. Ki kívül ízott, belül a pupillán, itt ízít csak igazán ideben. A világ is csak vele fényesül. Az örömtől, aminek neve sincs, mint vesztőhelyen. Olyan vakító és olyan édes. Úgy igazi. Csak nézem gerinceiket, a címeket, a neveket. Valami benne az egyik másik mit jelent, hogy rég-rég hány cinkos napot töltöttem vélük izgatott szimbiózisban, még nekem nyilatkoztak készségesen. És én azt hittem, hogy titkai segítenek majd valamit, aminek hozzám köze lesz, majd feleletre kötelez, hogy a rejtélyek könnyedén tárulnak tőlük elidén, és egyáltalán velük simábban megy, mint nélkülük. És ők az igazi társaság. A kisvilág, a nagyvilág. A többi, a való-való, legfőjebb megbocsátható. Mivel csiszolni, toldani, meggyújtani kell, és oltani, és a rózsaszín szemöveget végenézni. Csak úgy lehet. És nem élvezni, kibírni kell otromba tényezőivel. Viszont a könyvek, ők viszont, ők biztos biztonsági pont. Hát így. De most már renegált szeme fut a könyveken át. És ha levesz egyet, kézbe fog, szíve gyorsabban nem fog. És ha lapoz benne, és ha megáll, mert csökke bukarat talál, már lábszemnél is kicsinyebb, boldog borzongás lepüveg. És úgy nézi már a szöveget, mint elcsúfított terepet.
melyen a bogár örömét nyilván zavarják a sötét pontok, vonalak, kanyarok, unalmas katonasok. Pedig csak azért a világ, hogy ő jól érezze magát. Hisz ő több, mint az egész szemfényvesztő erőködés, amit hordoz a lilalom. E halott, könyv sokat adok. Anya, te tudod, hogy bennem a látvány úgy cirkulál, mint másban a meddek. Órákat ültem a másik szobában, mert úgy nem néztem meg a testet. Anya, ki segítsz ebben mondani? Kiütköztek a képzelet hullafoltjai. Egyébként képzelt harmadnapon mi történt velem a villamoson. Egy félkegyelmű habzószáj lélek felém vigyorgott. Az ilyen lények... Leszálltam. Vittem ragyogásom. Hófehér harmadnapos gyászom. Nagy esők voltak azon a héten. Elvándorolt az összes kavicságy. A járta szélen mécses, koszorú. A temető megtisztította magát. Milyen kicsi a hófehér volna. Mintha az úr is hófehér volna. Hűvösödik. Csipné arcod a bogyószínező őszi levegő. Ne haragudj, hordom a sálat. Medőiben nyárutó, őszemű. Várom a szél arcon legyincsen. Micsoda ég. Megint az Isten! Ne haragudj, de a ruháid! Apa megkért, és igaza van. A kinti szekrény most üresen ásít. Van egy emléken. Földszaga van. Úgy pakoltam a ruhákat a zsákba, ahogy a hantúl elvindlásra. Vasárnaponként ebédelünk. Anya, én félek a karácsonytól. Fázik a lélek ilyen hidegben. Akit szeretne, ajkondol. Akit szeretnék, nem engedi. Fényes karácsos. Ősz. Minden nap halottak napja. A testvéreimnek nincsen anyja. Magam is földig álmaságban macogó színe veszett gyászban. Pered az év. Mondd, hogy jó legyél! Oroszországon ikert. Nagy és gyönyörű föld, és nagyon sok csodaszép hely van rajta. Gondolja csak el. A maga nagyapja, meg dédapja, és a maga összes ősei mind jobbágyú urai voltak. Élő lelkeknek az igába vannak. Ennek a kertnek minden gyümölcse, a fák minden levele, azokról a szegény emberi lényekről beszél, akik is szolgaságban sír. Ám hallja hangot. Élő lelkek gazdáinak lenni bizony, ez más ember csinált magukból. Mindnyájukból, akik hajdanit éltek, vagy most élnek. Úgyhogy a maga édesanyja, nagybátyja, már észre sem beszélt, adossága idegen számára él. Azokira, akiket maguk az előszoba ajtónál nem engedni lehetve. Legalább 200 esztendővel vagyunk lemaradva a fejlődés útjáról. Nálunk alig történt valamivel több a semminél. Nekünk semmi értéktöbletünk sincs a múltunkkal szemben, csak filozófálunk, panaszkodunk az unalom miatt, és a pálinkát iszunk. Pedig a napnál világosabb. Ha csak ugyan a jelen igazi és eleven életét akarjuk élni, akkor először le kell zárnunk, jóvá kell tennünk a múltat. És ez csak kemény szenvedéssel, fáradhatatlan, megfeszített munkával érhetjük el. Ánya, ezt jól jegyezze meg. Boldog némely ember. Engem éppen ugyanolyan szépnek tart mindenki a téliben. Mit ér? Demetrius ízlése más. Csak ő nem tudja, mi köztudomás. És mint ő csalódik Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Sok tárgyat, ami hitvány, nemtelen, nagyjá dicsővé tesz a szerelem. Nem szeme lát, csak szíve. És ez okon festi Cupidot szárnál, de vakon. E milyen? Van, s balulítél vele. Szárny szem megkül, ez a hóbort jele.
Gyereknek is jól mondják, annyi van, hogy oly könnyelmű választási van. És mit játszó gyerek szavát szegény? Játszik hitével. Sosem áll neki. Demetriusz is. Még nem látta őt, hogy szórta Eskritiót jégesőt. És alig sütött Hermia fénye ki, a jég elolvad záporkul neki. Most a szökést megyek tudtáradni. Majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána. És ezért hálája vár rám. Nagy áron vettem. A féltés nagy árán. De látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg, ahogy utalmazó. Hellát, asszony vagyok! Kérem, mindenki tudja! Sándor volt a férjem, tetszik tudni. Kiliti Sándor ragyogó bombivált volt a férjem. És törvényesen elváltam tőle, kérem. Összejövetelem volt vele. Nem tagadom, gyakran veszekedtünk, mert nagyon zseniális ember volt. Egész nap törkölyt hívott. Már reggel kezdte, kérem. Nem járt próbára, két napig is kínlottam, hogy tiszta gallért vegyen, aztán elköltötte a fizetésemet, és kérem télen moly ellen eladta a bundámat, a dzsindzsula galléromat is elhitte, szintén moly ellen kérem azt is, túlságosan zseniális volt. De nem ezért váltunk el. És a veszekedés is egy békebeli huszárkapitány miatt volt, mert akkor azt mesélték rólam a városban, hogy a 18-as huszárok a cipőmből hittak francia peskőt, Mohé Sándort, kérem. De ez egy szentelenség volt, mert nem volt igaz. Mert ők itt a cipőből pezsgőt. Ők egy egész szezonban, kérem, másból sem itt a pezsgőt, csak megkövetem cipőből, kérem. De az én cipőmből nem, kérem. Arra itt most megesküszöm. Úgy legyen őrnagyából a szegény kapitányból, hogy az én cipőmbe valaha hagytam bármit is önteni. Nemhogy pláne pezsgőt, kérem. Igen, és ezért volt az első veszekedés, de... De nem is ezért váltunk el. Csak aztán mégis elváltunk. A nevelő Sógó haragudott rá, mert olyan rosszul bánt velem. És úgy büntette meg, hogy nem súgott neki. Ő meg belesült, kérem. Magába Hamletbe. És ezért is engem inzultált, kérem. Amikor este hazajött, kérem. Pedig akkor tüdőcsúcsban szenvedt. Sosem mondtad nekem. Nem volt szívem megmondani. Olyan büszke voltál, hogy te tartod el apádat. És lám, nem én, hanem Belle nagy kereskedő úr tartja el. Van neki miből? Meggyújtanád a lámpát? Meg lehet, hogy az öreg Belle nem is tud a dologról, és Gravel hívízi az egészet. Egyszerre miért próbálsz nekem most Gravelgel takarózni? Hát csak úgy eszem, hogy... Miért hát? Nem én szereztem apádnak a másolást, hanem Belle. Akkor mindjárt, amikor oda került Vernékhez. Mintha remegne a hangod. Igen. És a kezed is nem. Ne kerülgess már, Kálmár, mondd ki egyenesen! Miket mondott rólam a kis Verre séta közben? Akkor felelj! Igaz-el, lehetséges, hogy volt valami közted és az öreg Verre között, amikor náluk szolgáltál? Nem igaz. Akkor nem volt semmi. De folyton a sarkamban volt az igaz. És a felesége gyanakodott is, hogy van köztük valami. Pokol látette az életemet, csak szidott reggeltől estig, még meg is ütött. Erre aztán ott hattam őket. Szóval aztán? Aztán megint otthon laktam anyámnál. De anyám...
akkor nem volt olyan szolid az, hogy milyenek tegyüzetett Jámán. Belebeszélte a fejemet mindenfélében, mert hogy benne addig már összeg volt. És aztán? Jobb, ha mindent megtudsz. Verde nem ugodott, amíg meg nem kapta, amit akart. És ez a nő gyermekeim anyja. Hogy tehetted? Hogy voltál képes ezt titokban tartani előtte? Tudom, Jámán rosszul tettem, mert régen meg kellett volna mondani. Mindjárt az elején meg kellett volna mondanod, hogy tudja, miféle vagy. És akkor is elvettél volna a feleségül? Hogy képzeled? Ugye nem. Ezért nem mertem megmondani akkor mindjárt. Hát nagyon megkedveltem. De hát ezt tudod. És akkor magam lettem volna ok a boldogtalanságoknak. És ez a tudom. Ha elgondolom, hogy minden, amit itt magam előtt látok, egész otthonomat annak az embernek köszönhetem, aki az erődön volt nálam. Ó, Verde, az a csábító. Már most egyszerre megbántad, hogy 14-15 éve velem élsz. Felejj nekem, Gina, te nem éreztél lelkiismeret furdalást. Minden órában, minden nap, hogy a színlelés és képmutatás hálóját mondtad felé, mint egy fó. Nem kínzott a bűnukat? Ó, Verde, nekem annyi volt a dolgom a háztartással, meg az üzlettel is. Szóval soha nem jutott eszed, hogy miért lehetett. Soha. Én már egészen el is felejtettem ezeket a régi dolgokat. Ajva! Nagy! Meg fognak ölni valakit? Kit? Engem! El akarják venni az életét? Rosszabb. A kezem. Nem értem. Okos fiú. Látja, milyen speciálisan vagyok öltözve? Fehérben. I am Gingy. Na is? Gingy Cheswick. Semmi. Gyár. Nagy gyár. Paradicsom konzerv. Folyékonyod és pürében. Na, semmi. Cheswick szósz, így sem. Szósz? Cheswick! Szétán. Három éve. Három év, 30 perc múlva így van a vonat. Akkor röviden. Három éve egy fiatalember, Bob Perkins, így hívják, szerkesztő a Savoyban bemutatták. Röviden. A jazz banda éppen azt játszotta. Itterem, az ember egy kedőre itterem, kedvenc fogszom, Fanny, mi? Utálom a szentimentalizmust. Úgy van, Bob félreértett engem, én félreértettem őt. És engem. Bob holdvilágnál akarta sétafikálni, kéz a kézben. Teddy ingyen hirdetését akarta az újságra. Én meg csomagolni. Én meg táncolni, mindig csak táncolni. Legyisem. Sosincs van később. Egy nap a fülembe súgta. Nem tudom férni legyen. Na mit felettem? Mit gondolna? Nem tudom. Azt énekeltem neki, hogy karnevál, az élet tarka-barka, karnevál. Van meg, Daddy apuk nem hagyta békén. Egyszerre mit látok? Na feleje, mi van rajta váratlanul? A frász, kisasszony, a frász. Ott állok talpig Virtusban és táncolnom kell mindenkivel. Ez fölháborító, nem? Kisasszony, leszögezem, sportoló vagyok. Azért jöttem. Én kérem, nagyon megfontolt, higgad, urira is lány vagyok, kérem. Semmi sem áll tőlem távolabb a hedek útjaságnál. Tényleg? Na, megnégekkel. Kiszabadult üldözőim karmomból. Egész nász nép kergeti engem. De én kifogok rajtuk. Egy perc. És nem vagyok megasszony. No, megasszony. Kisasszony, mit csinál? Shut up! Ne, ne! Kérem, ha kompromitálni akar engem. Szégyelje magát. Olyan, mint minden férfi. Leáll! Szerencse, hogy te jössz! Megérdüntetnem kellene. Köszönöm. Igaz, hogy rendeléstet tudtam, mivel be ne bocsátanék még maga Melinda is, de egy kegyelmet jövő kikérni. Szól! Bocsáss hazámba! Izidóra! Én az országodban úgy jöttem be, hogy mint egy asszonyi szép érdeműkkel büszke leállni. Az ma megváltoztatom. Te büszkeséged megvan a darabját, enged hazámba visszavinni még. Én őt.
öcsém, félénk gyilkos neve. Szemérmemet meggyőzze, mindenütt nyomában volt a mestre hozzá. Téged megköszönöm, meléd a mellett az állam elfúvált repülőmentél, előbbőr tihegre biberá. És míg ön lefektület meg tudta kérni, hogy menjek el Melindához, mivel italt adott mindkettőtünknek Otto. Ha! Én utottam. Az Adriánhoz az adatlagosak. Futottam Otto herceghez és Melindához hamar. Rendbeszerű láttam kibukni onnék a herceget. Az ember kapcsán alig érte, mert Melinda ajtajához, amit önnék mutva látdobogás riasztatálom. Vállamat ragadta egy erős kéz, mélökött Melinda ajtaján és előttem állott bán-bán. A nagy úr. Elég a felsikózva elfogyatott. Én fogyva álltam, mint egy utazó az égnek első dördülésekor. Mindent kivallottam, melyet bezárt egy oldalszobába. Szabadulásomért ott várakoztam hasztalan. Segítség után akartam az ablakon kiáltani, már is én kacajt hallottam fel. A szemem világa elveszett. Hajnalban egy idegen szobában rajtam a kacaj. Iszonyú erőt éreztem karjomban, és felszakasztám bánnak a taját. Bánk itt volt. Ó, királyné, ez gyalázat! Eresz hazámba, hiszen ez itt marad! Otto! Kevés időre alattomosan megölte léte Biberához is. Ezt is. Otto! Szerencsétlenségemben kezdem espénni udvarod. Ilyen bohon kap a gyalázatod, hogy gondolódjon meg, Otto. Mert hát mi? Míg ön elvidi lányod a követségeimet itt elhagyott rá. Bertolt nemzete. Jó, Berta, légy leányom anyja, mint én anyja leszek a tiédnek. Dicső kinézéseim. Azt mondtam, akkor jó anyámnak. Kegyes nagyasszonyom, az ámba vált a szívem. És az ott vagy önből, ahol teste nyugszik annak, akinek az életem és lelkem felébredését köszönöm. Dicső kinézéseim. Nagyasszony, hidd el, király udvarodra nem vagyok én teremtve. Nekem hideg, lármás, világos minden, hogy nagyon. Izidóra. A magányosságnak édes ölében voltam én nevelve. Ott tanultam esmérni egy jobb világot. Otto! Átok rád, fiúk jövök, bocsok, közé keverted a hazádat. Ott fogok találni, megnyugodni. Vagy kérdezni. Elfelejteni. Izidóra! Jöjj máshol el! Reméled? Királyné! Sírban a sebek is mindegy ugyanak. Most vagyok zsebé. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e játszótársam mond, akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e mindig a sötétben lenni? Nagy komolyan az asztalkát. Nagy komolyan az asztalkát. Borgol, vízből, 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 semminek. Gyöngyöd tovább, semminek. Akarsz-e játszani mindent? Akarsz-e játszani mindent? Akarsz-e játszani mindent? Lehet-e némen hallgatni hosszan, akarsz a sejjes tiszta szívvel élni. Hallgat hosszan. Néha néha félni, hogy a könyvtől jártál a novemberhez utcas, ez utcai seprő, szegény befigyelme, ez a gyűrész az adat. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazás, unatúra, hajó, karácsony, tehát mindenféle jó. Akarsz játszani boldog szerep, cillenes, cillenes, cillenes. Akarsz élni? Akarsz élni? Játékban élni, mely valóra vált. Játékban élni, mely valóra vált. Virágok, virágok, feküdj, lezúj, forrad.